fiatal kaposvári lovastornász Bence Balázs edzése zajlik a Kaposvári Lovas Akadémián. A sportágban nemzetközi mezőnyben is komoly eredményekkel büszkélkedő versenyző, a maradék idejében azonban átnyergel a szomszédos tanulópadokba is. Lovastornával foglalkozom itt a Pannon Lovas Akadémián. Itt az egyetemen tanulok, pedig a Lovasport Szervező Agrármérnök BSC szakon. Másodéves hallgató vagyok, hát itt élem minden napjaimat. Nagy segítséget nyújt ebben a Kaposvári Egyetem, hiszen egyéni tanrendes vagyok, és így könnyen össze tudjuk egyeztetni az iskolát és a sportot, de azért nem szabad háttérbe szorítani a tanulást sem. Eddig még jól sikerült a másik oldalon is szerepelnem, és itt is a Lovas Akadémián. Úgyhogy eddig azt mondom, hogy minden sikeres volt. A kaposvári élsportolóknak továbbá lehetőségük van sportösztöndíjra is pályázni. Második fél évben, a tavaszi fél évben sikerült megnyernem. Ezzel az ösztöndíjjal is segítették az egész éves versenyzés, ez nagy segítség volt, és mindenképpen a jövőre is meg szeretném pályázni. Szerintem vagy az lesz, hogy dolgozok is, és a sport is marad, vagy megpróbálok elhelyezkedni csak a sportban, ez minden attól függ, hogy milyen viszonyok lesznek. A sportcsarnokban pedig már az NB1-es röplabdás lányok készülnek következő meccsükre. Közülük is többen a Kaposvári Egyetem tanulói. Harmadéves vagyok a pedagógiai karon, tanítószakra járok testnevelés műveltség területre. Ebben szeretnék majd elhelyezkedni, hát amíg még nem végzem el, addig a kettőt együtt szeretném művelni, aztán amikor meg lesz a diploma, akkor meg már inkább majd arra felé. A tanárok is és az edzőm is azon vannak, hogy mind a kettő helyen megfelelően hely tudjak állni, úgyhogy így azért könnyebb délelőtt edzésre járok, délután edzésre járok, és a kettő között vagyok az egyetemen. Másodéves hallgató vagyok, pénzügyszámvitel szakra járok, ebbe a szakmába szeretnék elhelyezkedni. Ha minden igaz, méleképes könyvelő szakképesítést is kapok a diploma mellé. Egyéni tanrendem van, már a harmadik éve. A tanároknak ez nagyon nagy segítség, tanárok részére ez nagyon nagy segítség, hogy ezt engedélyezik nekünk, tulajdonképpen minden tantárból még gyakorlatok alól való felmentést is ad az egyéni tanrend. Ennek segítségével tudjuk ezt megvalósítani, mivel ugye az órákra nem kötelező bejárni, de a vizsgákon ugyanúgy teljesítenünk kell. A legtöbb hallgató természetesen nem él sportoló, számukra az egyetem biztosítja a rendszeres testmozgást. Az egyetemen az általános képzéshez tartozó karokon általános testnevelés kötelező minden hallgatónak két fél éven keresztül. Tulajdonképpen, mivel ez az utolsó két fél év az életükben, amikor kötelező nekik testnevelés órára járni és mozogni, nem mindig állnak hozzá úgy, legalábbis az elején kötelező rossznak is tarthatják egy-ketten, de természetesen miután rájönnek arra, hogy itt jó dolgok történnek, és végre mozoghatnak, akkor azért általában szeretik, látható is, hogy ez a játék az mindenek felett él. Én jó kedvel jövök minden egyes testnevelés órára, azért itt egy ilyen baráti hangulat van. Most már azért 20 évesek vagyunk, de mégis kicsit mozgunk, kicsit játszunk. Szóval én nem találom haszontalannak ezt az egészet. Régebben súlytöktem és diszkot vetettem, de most már abba hagytam itt, hogy megkezdődött az egyetem. Vannak lehetőségek, szóval hogyha valaki szeretné, akkor megtalálja a magának való sportot. Én mindig is nagyon kedveltem a sportot, kézilabdáztam is, meg ijáztam is, úgyhogy nagyon szeretem én is a sportot. Jól jön, mert ugye heti egyszer van, felfrissít, úgyhogy nekem jó így most az óra rendileg. Egyrészt kötelező, másrészt azért egész nap itt ülök az egyetemen, jó tesz egy kis mozgás közben.
és akkor utána megmegyek edzésre. A tanárok rengeteget segítenek a sportolóknak, illetve a tanrend is, vannak egyéni tanrendesek, akiknek meghatározott időpontokban kell bejárni az órákra.